Befejeztük a 20 ezer luma tenger alatt című festményt, nem volt túl sok úszós pálya, viszont folytatjuk innen és megyünk, hát azt hiszem az utolsó festményre, Olympus Maximus, mert itt ez a 400-as, ez a legvégső lesz, ahogy az Originsnél is volt egy ilyen extra, ebben csak 21 olyan kis pindurit kell lesz majd kiszabadítani, úgyhogy szerintem ez lesz a befejezést, Olympus Maximus. Sziasztok, én Peti vagyok és üdvözlök itt mindenkit egy vadonatúj Rayman Legends végigjátszás részben. Ha már te is vártad ezt a világot, akkor egy lájkot dobhatsz, és mindennapi platformer játék videókért feliratkozhat. Hajzsok fel és le, ez a címe ennek a... Hoppá, te meg ki vagy? Mi az a dupla V ott a hasadnál, vagy az valami... Mi, ki ez az ellenfél, mit akar csinálni? Ennyi tűnés innen. Nézzünk csak ide, na, semmi. Figyeld azt az épületet. Tényleg Olympus Maximus, úgy tűnik, itt aztán van nekünk érdekesség. Herkulessel találkozunk, vagy milyen Olympus Maximus, mi lesz itt nekünk? Érdekes, érdekes. A háttérben, hopp, az a malac csillagkép, oda küldtük el mindig azt a gonosztevőt, azt a varázsló tinzikét. Érdekes, mert lehetséges, akkor most eljutunk az utolsóhoz, úgy érzem, hogy ez lesz majd az utolsó festmény. Murphy segít nekünk abban, hogy tovább haladjunk. Ott volt egy Globax szobor, azt hiszem az ő. Jól néz ki, az is, mit kell mondjak. Oké, pajzsot fel. Jó, így mehetünk tovább. Várjál, az nem volt valami titok odalent esetleg? Ho, valamit mond, hogy ha-ho. Ja, az Murphy volt csak. Ó, itt van egy tüzethányó is, illetve egy tinzit kiszabadítottunk. Jó, most már mehetünk úgy tovább. Murphy szokott így megszólalni, szerintem ő volt az, aki megszólalni. Ho, ez így nem jó. Tehát akkor menjünk, hogy elindul az a ketrec, hát erről nem volt szó, hogy elindulsz. Na nem baj, én utánad jöttem, és kiszabadítottalak, mert nagyon kedves vagyok. Há, muszáj kedvesnek lenni szerintem. Jó, következő ide pattanunk, az mehet tovább, állítsa meg, várja, vigyél vissza, add kérjem el azt a ketrecet, jövök ide, jó, ezek a pajzsok királya, megint itt van, pajzsozzunk, ó, de várja, belevitt, hó, jobban oda kellett volna figyelni, nem baj, ezt kiszedjük, várja, te ott mermész, egy jelentebb tudsz, az jó. Következő, várjál, az maradjon, ha bár, várjál, csak szerintem ott van lent egy titok, úgyhogy menjünk le, és ezt a titkot nézzük meg. Oké, akkor itt forgatni kell, mi merre vagyunk, jó, azt mondja, be kell menni oda a tinzikéhez, ho, vigyázz, mert ott összenyomhat, oda fel kell nekem ugorni, igaz, fel tudok, vagy itt nem, teljesen, na várjál, visszafordítom. Hogy kell ez, várjál? Teljesen így átforgattam, és akkor így ide le tudok jönni. Na várjál, akkor visszafelé forgatom. Akkor pedig így nyílik meg, és én itt felugrálok. Jó, aztán már csak egy hiányzik, az az egy pedig, hogy a tinzihez, de hát fejjel lefelé kell oda menni, majdnem hozzá megvan. Jó, mehetünk vissza, gyerünk Murphy, emelj fel, és akkor kiszedem innen itt ezt a retket, küldjük oda tovább. Egy pattanás fel a csontéremért, itt még egy, és lefelé a támadás. Az elég jó volt, az elég jó szerintem, nézzük csak, hopp, szépen óvatosan. Ha bár gyorsan át tudtam jönni, szóval nem kell itt nagyon óvatoskodni, oda kapaszkodj, ez az, tovább és tovább, őket legyőzzük, ez az, oda jöhet a pajzs. Fúha, hogy ezt időpróbába kell tolni, az nem lesz egyszerű. De jó vagyunk mi így szerint. Várjál, közben jövök én, utána ott felül, és úgy érkezem le. Hát ez itt tényleg valami ilyen görögországos Olympus Maximus. Oda egy támadás, azt mondja, hogy mehetsz, túlságosan késen nyomtam a mozgást. Várjál, oda hadd menjek le, ez az, így lesz jó, emelkedjünk föl. Oda fent valami titok, vagy lent van a titok? Ez most jó kérdés, ide fent van a titok, jó? Nálam vannak még azok a boxkesztyűk, úgyhogy azokat használjuk ki, mehetünk, ho, jönnek a támadások, várjál, csak óvatosan, gyerünk, támad, oké, a kardok érkeznek ellenünk, a kardok, várjál, ho, azt a kardot nem lehet leütni, akkor itt gyorsan kell nekem végigmenni és legyőzni őket, na várjál, gyorsabban, oké, itt pedig felugrálni a tinzihez, ja, úgy megvolt, innen mehetünk visszafelé, akkor csak lent kell nekem mégis haladni. Hát ez nagyon levisz, várjál, akkor ide megérkezem, hoppá, egy ketrec, azt a ketrecet kinyitjuk, jó, eltaláltam, aztán hoppá, ezek a lenfelek, nem tudom ezek milyen lények, vagy hogy vannak, de azt tudom, hogy könnyű őket legyőzni így ezzel,
várjál, ott van még egy lent, ott azok lövöldöznek, és az a jó, hogy mi is el tudjuk találni az ő támadásait, tehát úgy, ha ők lőnek rám valamilyen tűző golyót, akkor én azt vissza tudom küldeni. Vagy nem azt, hogy visszaküldöm, de hogy legalább azt megállítom, hogy felém jöjjenek a tűzlabdájuk, ami úgy elég jónak mondható, szerintem. Jó, erre érkezzünk rá, és innen mehetünk tovább. Hoppó, jó vagyunk. Hoppá, mi lesz még itt? Ajaj, nagyon belemegyünk mi itt a viharba, nekem nagyon úgy tűnik itt a vihar. Mi a... Zeus, vagy ki akar engem bántani? Na várjál, gyorsan menjünk. Ajaj, nem lesz ez így jó. Jó, pont úgy kell mozogni, ahogy a pajzs. Ahogy Murphy viszi a pajzsot, mert ha túl gyors vagyok, akkor bizony, hát meg fog támadni és eltalál. Hú, éppen beértünk, ez az szép volt, és megvan a 600 lum is. Innen folytathatjuk tovább, következik a sötét teremtmények felemelkedése. Hú, mi az Rayman 3? Rayman 3-as volt, az nekem nagyon úgy tűnt legalábbis, de majd meglátjuk mi tüzetesebben, hogy mi történt. Várjunk, itt van először a falonfutás az utolsó világba, hát felőlem lehet akárhol én jöjj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 
nem. Ah, de megezik a kis tinzikeit, vagy hát... Ja, nem tudnak olyan gyorsan menni. Ez mondjuk jó. Tehát nem túl gyorsak. És ezáltal akkor hát nyugodtan tudok én menni. Azért a gyűjteni valahol nem ellenfél. A tinzi az, a pinduri az nem ellenfél. Várjál, csak ott egy ellenfél. Ezt átugrom, hogy őt kiszabadítsam. És innen mehetek tovább szépen. Jó, de várjál, ott nincs valami titok? Vagy mi volt ott, hogy kitakarva? Hát lehet, hogy semmi. Ó, itt vannak zöld szem, aztán pedig vörös szem. Hát ők aztán nem valami barátságosak, nem tudom mi. Mit akarnak, kit akarnak, azt nem tudom megmondani, de azt tudom, hogy itt jönnek a kardok, amik követnek majd gondolom végig. Itt ereszkedjünk le, de ho-ho van. Itt ezt elkérem, jó. Tovább. Már nem rakéták jönnek, hanem kardok, mert hát ebbe a világba vagyunk, úgy tűnik. Várjál, akkor ez csak egy ilyen titok volt, akkor itt merre kell nekem tovább menni rendesen, azt nem mutat. Ja, itt pont, ahol ők voltak, és aha, értem, ez micsoda? Ho, az ad valamit nekem, hanem... Wow, ez igen, ezzel le lehet győzni őket. Figyeld, ezek gombák, vagy kardok, vagy mi ez, ki ez? Azt a mindenit. Ez durva volt, de hát a lényeg, hogy teljesítettük akkor az előre haladásunkat, de a pályát még nem, úgyhogy haladjunk tovább, és patogózunk. Hopp, ott volt egy, remélem azt a kettőszert sikerült kinyitnom. Jó, vissza, mert itt van nekem egy kis tinzike. Jó, ő is megvolt. Szépen, mert hoppá, szurókás, őt elkérem, őket is elkérem, szuróka tovább. Jó, erre a láncra, ott van egy csontérem, és várjál, az most a továbbhaladás, igaz? Vagy ez a help me? Hadd nézem meg, mi van itt. Ennél van a help me? Mindjárt meglátjuk, hogy ez a help me. Ajja, ki kell őket engedni, jönnek utánam. Jó, gyorsan menjünk, akkor, nulla. Na szépen ugorjunk rá erre és erre, ez így jó volt, ebből kikérem, köszi, ott volt egy. Jó, hát valahova bekerültünk valami épületbe, nagyon komoly, ahogy ez kinéz. De itt vannak még mindig ezek a kis szörnyecskék, őket elkérem, pattogás, jó volt. Aztán hoppá, na várjál, itt jól kell ugorni. Itt van a kardok, a tűzi játékok, itt vannak, amik nekem fognak segíteni. Pontosan, és nagyon jól fognak segíteni. Új, kövessük. A másik oldalt a 25-ös volt, na nem baj, ez a csontérem most ott maradt. Itt lefelé, gondolom, és ezzel pont a végére! Szép menet! És van lehetőségem megmenteni Olimpiát. Lássuk, Olimpia megmentése, fel-fel és tűnjen. Jó, hát akkor a falonfutással föl-föl vitézek a csatára. Úgy tűnik, hogy így kell nekünk fölfelé haladni, mert jön az a bizonyos, hát úgy látom itt a homok érkezik, futóhomok. Na várjál, jó. El ne kapjon, ha itt van a kis fogóka, ezt én... Ó, köszi! A segítség jött, ennek örülök nagyon. Első tinzikém. Jó, van még... Ó, megszúrt! Jó, most tovább tudtam jutni, nem valami maga biztosan, de megyek. Ú, a szurókák egyre közelebb és durvább helyszíneken vannak, de ettől függetlenül tudok még menni, érkezett között. Ez jó, alig van hely.
de nem baj. Jó lesz az, jó lesz az, gyerünk futás föl. Tovább, ott hamar ugoltam, és itt is második ketrec meg volt, ennek nagyon örülünk, már csak egy hiányzik, úgyhogy azt tegyük meg, ne! Jó, fogd meg, aztán láncról láncra, fel a platformra, ha-ha, fel a platformra, úgy gyorsan, mert alig van itt lehetőség nekem tovább haladni, ez az a pattogóra. Jó, pattogó, pattogó, ez az, jó volt, jó volt, fel-fel, mennyit kell még, ó, jó, sikerült, itt volt a vége, felpattogóztunk, és meg volt mind a három tinzi, illetve az aranykupa is, ezzel pedig megmentettük olimpián. Olympus hegyén születvén ez a kis hercegnő az istenek küldete, ahogy segítsen Raymannek megmenteni a világot. Na akkor vele megyünk, pont ide illik ehhez a világhoz. Bámulatos útvesztő. Na lássuk, milyen útvesztő van itt, na most ott fölfelé menjünk, hát fölfelé nem is lehet, hanem csak így jobbra. Oh. Akkor átbújjunk itt. Ho, mi újság van itt? Hogy jönnek a platformok? Ja, jönnek azok maguktól. Úgy gondolom, de visszamegyünk, akkor hogy? Itt most merre kell menni? De ez valódi útvesztő? Vagy itt hogy vagyunk itt? Mi van itt? Hogy csináljam én ezt? Merre kell nekem? Összezavar! Eléggé összezavar ez engem, de hát menjünk amerre tudok aztán. Csak kijutok majd, már megint egy ilyen, na várjál, hát megyünk lefelé, nézzünk szél, patogózás, akkor nézzünk erre, itt mi újság van. A lilánál jó, csak a lilánál jó, a többi az nem jó, na menjünk el ahhoz. Azt pedig úgy teszem meg, hogy most mehetek, jó. Itt akkor csak a lila. És oda támadok, és vissza, ez az. Oké, innen akkor vissza, jó, itt van megint egy, hát, jaj, ne, hogy az, akkor ott mi, mit éve legyek, csak kimentem, és akkor most mit csináljak? Most, várjál, támad, ja, beakad a támada, jó, gyere támadj még egyszer, mert most vettem észre, hogy támadsz. Felugrok, és most így mehetek tovább, de nem a... Így mehetek tovább, de forgózik ott az a csapda, ami hát nekem nem tetszik. Na várjál, csak itt lefelé lenézünk le, megérkeztünk, vagy az, megérkeztünk, de ez egy zsákutca. Ez egy, de megszúr így is. Ez egy zsákutca, hát itt nem lehet kimenni, csak vissza fölfelé, úgyhogy hát menjünk föl. Nézzünk akkor itt el jobbra, itt is van egy csontérem, hát köszi szépen, én ezt megköszönöm valóban. Egy tínzi odafent, ahhoz fel kell ugorni, mondjuk így, azt hiszem ez így jó lesz, de lefele nézzünk még tovább, vagy itt nem is lehet már lemenni, csak egy átverés van ott. Na jó, akkor jöjjünk erre. Fejjel lefelé megy a játék, akkor mi van itt? Hogy menjek én itt, vagy mit csináljak? Várjál, lefelé támadás, visszafordultunk, itt most tudok repülni. Hát ez a pálya, ez nagyon egyedi, és tetszik, de azért eléggé összezavar engem, hogy merre vannak azok a dolgok, amiket én szeretnék. Hát például a tinzik, illetve a pálya vége, azt sem tudom, hogy merre... Állj, ez ismerős. Itt már volt a... Ide meg be tudtam jönni, ez egy ilyen érdekes átjáró volt. Oké, hát akkor nem itt lefelé mentem, akkor nem lefelé megyek, hanem ebbe az irányba. Jó, akkor itt elkérem azt, illet nem jó. Akkor mondjuk ugrok ide, és onnan visszafelé így ugrok. Ez itt mi akar lenni? Jó, lehet ezt nem kellett volna megtenni. Lehet ez nem kellett, vagy. Hát akkor ez a vége, nem? Ott milyen szimbólumok, milyen céllal voltak ott felsorolva? Na, azt már nem fogom megtudni, de azt tudom, hogy mit kell tenni. Menekülj! Ennyi a feladat. De azok üres ketrecek. Egyben volt néhány, vagyis hát egy csontérem volt benne az egyikbe. Ez most már így jött össze. Semmi baj, meneküljünk. Gyorsan lumok. Ó, túlmentem rajtuk. Na itt a pálya vége. Jó, menjünk. Fú, ez tényleg egy jó kis labirintus volt. Biztosan van még mit felfedezni, de ez most így sikerült. A nagy láva hajsza. Indulhat a láva hajsza, hadd nézzem akkor itt mi lesz, hogyan hajszázunk. Várjál, csak oda föl kellene, erről fel lehet pattanni oda. Ja nem, majd ide adja a varázsló, add ide a lövés, és akkor fellövök oda úgy, hogy az meglegyen. Köszi szépen.
na akkor a hajsza kezdődhet is. Itt vanni az orrnyomogató szégyen. Megint viszi elfelé, na menjünk segítsünk. Hát nem tudom mi van az orral, vagy mi a helyzet, de mindig így rabolja el. Na Murphy-kén, gyere csak elő és segíts nekem, mert csak így lehet utolérnem őt. Innen vihetsz, innen szintén egyet föllövök. Megyünk tovább, vihetsz pajzsról pajzsra, hoha. Ajaj, na ez itt kezdődik el. Föllövök egyet, de rossz időbe. Na várjál, most lövök fölfelé, az jó volt, szépen óvatosan kell itt menni. Pajzsot hozd le, pajzsot vidd föl, én pedig itt pattogózok egyet, kettőt, pajzsal tovább, egy ellenfél. Fú, ez intenzív megint, de szerencsére most nem kell túl-túl gyorsan menni, de azért tényleg oda kell figyelni, ott fent volt egy ketrec, ott vannak az ellenfelek, nem kellett volna lelőnöm, mert így, de még éppen megkapaszkodott. Fúha, húha, várjál, most repülhetek, alig vettem észre, hogy most itt van ez a lehetőség, de sikerült azért csak észrevenni és kihasználni. Jó, eddig tartott itt a vége, azt mondja, hogy hát itt hogy legyen, gyorsan, utána, most vihez gyorsan, jó, köszönöm szépen. Hú, ez komoly volt, jó, ellenfeleknek ott annyi, itt lehet repülni, vidd arrébb, jó, vagy nem jó, de jó, oké. Tovább, na itt pattogni kell egyet szerintem ezen, utána ez, mehetünk föl, ott lesz egy titok, ezt már érzem a felugrós, ezeket a titkokat. Na nézzük itt most mi újság van, hogy mi a cél, ja, jó, akkor legyen így egy kicsit, oké, ez jó, gondolom most a másik irány, ez így szokott lenni, hogy először kicsit erre, utána kicsit arra, jó, ez rendben van, most hát itt szaladjunk, jó lett, és akkor ez ennyi. Az egy barátságos menet volt, ez jó volt. Kaptunk is egy szívecskét, köszi szépen. Na akkor menjünk le itt a pajzssal, és akkor folytassuk továbbra is, itt csontvázokon keresztül. Lássuk még mi van itt. Aha, itt vagy. Látlak, de megyek utánad. Mit takarítanak ott? Ha, az mi volt ott? Miért akarnak úgy takarítgatni? Érdekes. Na zuhanós. Ez a zuhanós kihívás lesz, úgy tűnik, hogy újra kezdhetjük ezt az odafigyelést, hogy hogyan zuhanunk ide, leérkezünk, oké. Pajzsot tovább, de amik ott néhány, itt tudunk, azt vidd oda. Ho, ez nem jó. Várjál, akkor maradok itt pontosan a pajzs alatt, ez így jó volt. Így sikerül, jó, azt hiszem ez így jó lesz. Fent ott a titok, már érzem, ide fel lehet ugrálni. Bizonyám, ezt már jól tudom az ilyeneket, úgyhogy nincs menekvés, tínzi. Nem mintha menekülnének, csak úgy mondom, hogy akkor így meg tudom ezeket szerezni. Várjál csak rá, hopp, ezt átugrom, utána lövök, te vihetsz tovább. Azt mondja, ott van, ketten is lövöldöznek, akkor mindkettőt legyezzük, megvan. Jó, mehetünk akkor innen tovább, még mindig a... Hoppá, most már sírni kell, mert mögöttem is jönnek akkor a lángok, a láva, ez igen. Túl gyors, randoljunk szépen és onnan haladjunk tovább, mert ha nem jól teszem azt meg, akkor hát nincs jó vége, hogy mondjam ezt. Tehát ha nem landolok rá, akkor kiúzza alólam a pajzsot, és az tényleg rossz, várjál, jó. Tovább mehetünk, néhány csontváznak annyi. Nézzük, kik vannak még itt, azt vidd át. Jó, de közben meg ezek az oszlopok meg tűnnek elfelé. Na, azt vidd oda. A kis ketrecem. Várjál, azt is viheted. Jó, de hova? Várjál, maradj egy kicsit, mert aztán engem is elkap. De itt vannak ezek az ellenfelek. Közöttük elmegyek, az a biztos, nem? Ez a pajzs mit akar itt? Úgy lenyomja, és akkor én pedig elkérem ezt, jöhet vissza föl, és itt pedig oda lent lesz egy, úgy látom. Na várjál, akkor a pajzsot használjuk ott ki, ott leviszed teljesen, jó, utána ez meg lehet. Menjünk tovább, jó kis előre lökés volt az segített. Pajzsról továbbra is. Ott néhány ellenfél még itt lesz, gondolom, ahogy itt vagyunk. Várjál, azt vidd tovább. Nekem is úgy kell menni. Hamar nyomtam, de meg pont jó volt. Fent egy ketrec, és utána mi van? Pajzsot hozd le. Ne, eltalált! Nem baj, jó lesz az a pajzsot visszaviheted. Azt a 25-öst elkérhetem. Ott van még néhány ellenfél, azt leszedhetem. És aztán megvan, utolértem végig.
végre, gyere, gyorsan. Há, jól van, integet, neki is szól, neked is szép nagy orrod van. Kiszabadítottuk, és 700 is megvolt. Tökéletes pálya teljesítés, mehetünk tovább. A körülvéve és veszélyesen című pálya. Ki fog minket körülvenni, és mi okoz nekünk majd veszélyt az, hogy na. Na jól van, már is megválaszoltam magamnak ezt a kérdést, mert itt vannak ezek a kis szörnyikék, habár hogyha lesznek majd olyan kardok, akkor nincs belőle gond. Ez nekem itt valamit, mi van odafelülre, vagy ez nekem ez itt valamit, nem titok ez? Mi ez itt akkor csak így erre, ebből a cél? Ja nem, emiatt! Mert itt jönnek, várjál akkor gyertek oda, le, oké, most már értem, semmi gond, rendben vagyunk. Na várjál, csak azt mondja, hogy itt így talán lefelé, aztán így irány erre, így keresztül, aztán kikerültük őket. Fú, ez tényleg, körülvettek minket, és veszélyesen vagyunk, idefent tuti van valami, van bizony, jó, aztán, Úgy de mérgesek, nehogy kapaszkodjatok egymásra, mert akkor fel tudtok jönni, aztán nekem annyi. Itt pedig. Hoppá, egy titok, jól van. A titok pedig fejjel lefelé, ilyen mondja itt egy nagyok. De fejjel, nem már! Jó, oké, itt átugorhatok. Aztán ide kell egy ugra. De váltakozik, hogy mikor fejjel lefele, mikor pedig nem, és ez elég fura, de hát ott van lent, ott volt a gyere. Ide le kell jönni és ott megállni. Itt megállok, ők pedig leszaladnak, és akkor visszamehetek úgy a kettőt. Hát ez jó volt amúgy. Kapunk egy szívecskét, köszi szépen, na de mi megyünk erre, így bizony, azt kikérem, szevasz mehetsz is. Ott van nekünk valaki, várjál, egyrészt ez az ellenfél, illetve láttam én, hogy ott van egy ketrec, azt így megszerzem, jó, mehetünk már is tovább. Itt vannak végre ezek a jó kis lila rakéták, kardok, mindenfélék, azok jöhetnek, húha, na várjál, azt elkérem, így tovább. Na, kapaszkodj, nyomjad most már itt, várj, ott van a kard, hadd nézzem meg ott mi van mögötte. Egy titok. Oké, a titok megvolt. Hoppá, jó sokan. Aztán itt pattanok egyet inkább. Itt is szerintem az a cél. Végig, és utána megvan. Jó. Itt közben azt újra el lehet ütni. Itt jönnek azok a finomságos lumocskáim. Gyertek csak szépen, hadd gyűjtselek össze titeket. Hova szaladtok annyira? Ne olyan hevesen, ne olyan. Hoppá, állj meg! Hogy az? Állj, én visszamegyek. Ott van egy fölfelé, ez az. Fölfelé támadás, jól sikerült. Végig pattanózunk, őket legyőzzük, jó lesz ez, várjál, ott azt el kell találnom, jó, lefelé egy ketrec, és aztán hogyan tovább, itt lesznek még bizony a kergetőzés, opa, ott van lent, jó, az meg, maradjunk itt lent, maradj lent. Jó, aztán pedig nem igaz. Jó, várj. Ajaj, de mérgesek. Oké, várjál, beérkeztünk ide legalább. Itt a nagy takarítások mennek, mert tehát azért van. Állj, az kell nekem. Onnan fel kellett volna pattogózni, gyertek csak. Tehát akkor ráugrok erre, arra. De hogyan? Így erre, és utána meg vagyunk. Szép. Innen pedig fel ide a biztonságba. GG, szép menet. És meg is van a 600 lum. Figyeld a következő pályánk, a pokol elszabadul, egy sárkány és Murphy. Na erre kíváncsi vagyok, hogy akkor itt mi szabadul el és hogyan, vagy Murphy hogyan lesz a sárkány ellen, vagy egyáltalán én hogy leszek. Nagyon kíváncsi vagyok erre, de előtte figyeljünk palomfutásos csapdás kalandokra. Végig így kell lesz? Állj, ott most, jön Murphy, oké. Mert itt ez pont itt volt, na azt emelt fel, mehetünk tovább, azt is emelt fel, így szépen, azt ha kihúzod, akkor ezen tudok falon futni. Ezzel lesz megspékelve, figyeld, de várja most erre menj, erre egy titok lesz, figyelj, én ezt érzem, itt egy titok. Hát ez nincs nagyon elrejtve, attól függetlenül, de én megyek, és megszerzem. Na forgassuk, azt mondja elő ide, aztán én leó erre, innen, azt mondja, hogy fel tudok pattogózni a kapaszkodóra. Forgasd vissza, ne ennyire, állj! Tehát ideje forgatom csak, szépen, itt le, jó, tovább forgatom, és akkor itt valami falonfutás lesz, vagy hogy kellene nekem ott átesni, vagy várjál, csak le kell ott esni középen, és pont belekapaszkodni abba, ajjaj, várjál, ez úgy nem jó. Jó, ide leérkeztem, aztán vannak ott szuraukák, amik nem tetszenek nekem, de
azokat valahogy le kellene. Most így az a helyzet, hogy ez itt így oké, hogy itt van, de nekem ott arra kell tovább menni, tehát úgy forgassuk kicsit vissza, aztán erre, ja, de úgy nem jó, mert nem férek. Várjál, fel tudok én így ugorni, és aztán gyere, ja, szépen, szép lassan. Jó, köszi, ebben én megkapaszkodok, de ott van egy olyan, ez nem jó, mert az forró, nagyon az a holdalak, a céljalak. Nekem abba kell benne lenni, és úgy végig sétálózni, de pont bezáródik ott, ha erre forgatom. Ez amúgy nagyon elég nehéz ez. Na várjál, szerintem oda mehetek én, csak akkor úgy kell, hogy ahogy jön, gyere, én itt maradok. Jó. Azt a mindenit, ez volt a legnehezebb ilyen forgatós puzzle, én úgy gondolom eddig legalábbis. Megkaptam érte a szívecskét, köszi szépen, de ott tartottunk, hogy Murphy mozgatja ezeket a pengéket. Itt azt, ha elvágod, akkor, hát az jól kezdődik, akkor az olajozás, és a kergetőzés. Fütyül már egyet, ez, és jönnek bizony a sárkányok valóban, ahogy szó volt a festményen is erről. Na akkor futás és nyomás, az mozgasd, jó, mehetek tovább. Mögöttem már is itt vannak, na várjál. Egy támadás, ugrás, aztán azt mozgasd el, köszi Murphy, azt is át kell ugornom, tovább, azt mozgasd ide. Leestem, nem jó lesz az, nem lesz jó. Fú, de nehéz lesz. Jó, itt mehetek tovább, át ide, fel kellett volna ott húzni, ott fel kell. Jó, megvan egy ketrec, jó, itt mehetünk szépen tovább. Oda át, gyerünk, újra lefelé, ahogy veszem észre, vagy át kell, fú, nem baj, itt volt egy checkpoint, hát itt meg kell tanulni, hogy hogyan vannak ezek a csapdák elrejtve, és akkor utána jó lesz, de egyébként nem túl egyszerű, meg kell ismerni jól ezt az egész helyet, várjál, átugrok inkább ide, azt lekérem, utána ott van az, azt a ketrecet itt elkapom, azt kikérem, átugrok, még egy ketrec itt van, de nekem át kell ugorni, mert pengés ott alul, azt kérem ide, hogy tudjak szaladni tovább, egyet elkérek, azt vágd el, hadd menjek. Nagyon összetett, és vigyázni kell. Jó, átugrottam ide, azt is levágjuk, átugrok amoda, egy ketrecet elkérek, még egyet elkérek, nagyon megy, ott, hogy szurókás, most már ez is hiányzik, hogy még szurókás is legyen, nem elég a sim. Hoppá, hogy az, hogy bele, fú, jó, át kell ugrándozni, és közben megmenteni, és leérkezni, várjál, még mindig nincs vége, csak megyünk, gyerünk Murphy, gyorsan nyomjuk neki, mert jönnek a sárkányok, és nagyon csipkelődnek, engem nagyon össze akarnak csípni, várjál, azt nyisd meg, ezzel megyek tovább, patogok, hova, ja, legyőz, annyi volt a sárkány, ja, hát akkor jó. Akkor nincs gond, akkor köszönöm szépen. Ez, várjál, az nem kell szerintem, az csak ellenem lett volna ott. És így, itt a pálya vége. Kemény volt, az biztos. Van lehetőségünk megmenteni egy újabb karaktert, úgyhogy menjünk oda vissza. Ez itt Sibilla. Oké, akkor is zuhanós lesz felfelé, inkább felfelé szöke, és én csak először azt hittem, hogy lefelé jövünk, de rémen ott van a festményen, hogy felfelé szalad. Na akkor újabb föl vitézek, nézzük akkor itt, hogyan menne. A csapdák és a szurókák már egyből itt az egésznek az elején jelen vannak, szóval oda kell jól figyelni azokra, hogy a megfelelő időpontba ugorjak. Első ketrecünk, 3 darab van, a harmadik az utolsó és végső, úgyhogy jól haladunk, harmada kész. Várjunk, hop, ez az. Nem kapta. Kapaszkodj a láncokra, onnan fel kis gomba, utána így bizony, valahogy. De az hogy jött el? Jó, most sikerült előtte átugorni az a szuróka, hát nem voltam elég gyors, de most már az voltam. Jó. Tovább megint ugrás, most ugrás és utána támadás, pattogók. Hol van a következő ketrecünk? Azt várom már. Miért elég jó, itt is van. Köszönöm. Innen hova mi jön itt? Jön a falonfutás föl. Ugrás, még egy. Megint falonfutás. Szurókák között kapaszkodj, add a kezed. Hú, intenzív. És felpattanózunk az utolsóhoz. Kész, megmentettük. És meglett az arany trófea is. Na nézzük akkor ezt a karaktert. A testvére szokott lenni mindig az elsőnek. Olimpia ikertesója. Igazi Minotaurus vadász. Utálja Pindurikat.
és meggyőződés, hogy visszaküldje őket oda, ahonnan jöttek. Hát akkor küld vissza a Rayman világába, nekem az is jó. De hogy minek utálja, az egy jó kérdés. Következő pályánk a sötétség felhője, a festményen is ez a karakter van. Lássuk, milyen sötétség felhő van itt nekünk, ide bepattantunk, jól van, még egy duplán kell van az ilyen nagy bounce. Egyik koponyáról így ez a nagy kell lesz most már ezen a pályán, vagy ki tudja, mindjárt meglátjuk itt lefelé egy nagyot. Jól van. Akkor, hoppá, mik ezek a szörnyek, mi történik itt? Hát nézzek, csak szép, mi ez a boss fight érkeznek, de hogy repülőznek úgy, vagy mi van belük, figyel? Ó, létrejön belőlük valami, figyel. Ki, mi ez? Egy sötétség jön ki, vagy egy kéz el akar kapni minket? Na jó. Ezt nem hagyjuk neki, hop, menjünk csak először menekülés, vagy majd ki tudja, jó, ott van nekünk, de állj, nem jó, gyorsan le, és utána futás. Na hát, nem volt elég az, amikor megmentettük ezt a karaktert, most nyomni kell úgy tovább, úgy tűnik, most megvan nekünk, jó, az első tínzi, ugyanúgy három kell, kérem azt, repülni tudok? Nem nagyon tud. Wow, de egyből megezhet, ja, lehet lövő. Jó. Hoppá. De mi a? De az hogy van most akkor? Le lehet győzni, vagy nem lehet? Vagy az egyik darabokra? De hogy? Hogy ugorjam majd át? Vagy hogy legyen ez? Itt lehajolok, akkor is elkap. Átjövök erre az oldalra, lehajolok, akkor is elkap. Akkor szerintem el kell kezdeni szaladni így mondjuk erre, és akkor ugrani egy nagyot. Tehát jó, de követ? Hát ez mi ez? Követ, úgy tűnik, hogy követ engem, de... Vagy nem? Inkább egy megadott helyen megy, tehát egy kitervelt út szakaszon inkább, azt veszem észre. Igen, ez egy bizonyos út szakaszon megy, úgyhogy ezt nekem ki lehet használni. Gyerünk ott, nem találja már el, melyik irányba mész, onnan jön. Hát ugrom így, itt most elkezdem lövöldözni fölfelé, az sem volt rossz, alig maradt már belőle valami, de azért még kell támadni. Jó, sikerült, mehetünk, nézzünk szét. Óha, ajaj, várjál, ne csináld ezt velem játék, mert ott lefele pattogni, melyiken kell duplán, melyiken ezt nem tudom még eldönteni, hogy melyiken kell nagy pattogás, melyiken kell kis pattogás, valahogy lehetett volna mondjuk jelezni színnel, hogy az más színű lett volna, és az segített, mi az? Jön még egy? Hú, mennyi kéz lesz, vagy most még egy kéz, vagy fej lesz most már bele? Fúj, mi az? Mi van a szádba, vagy azok, mik az? Vagy szemek jönnek, vagy hogy van ez? Jó, ugyanúgy kell sebezni. Ja nem, ezek ilyen valami madárkák úgy tűnik. Na jó, akkor szedjük le, ahogy tudjuk. Vagy inkább denevérkék, vagy denevérek talán arra hasonlítanak még. Állj meg, jó, annak annyi. Már csak ez van, ő pedig erre fog. 8-asban mennek, úgy tűnik, mint a 8-ast írna le, olyasminek tűnik nekem. Akkor arra mész, most támadok szépen. Most pedig ott jobbra megy, úgyhogy megint támadhattam volna, hogyha felmegy olyan magasra. Na most lesz a jó, ez az aprító. Nézzük meg, jó, legyőztük, és ezzel újra fölfel... Hopp, malac, keresott a malac. Miért malac? Ezt nem vágom teljesen. Habár van az a csillagkép. A malac csillagkép lesz valami jelentősége. Majd mindjárt kiderül. Mindjárt... Wow. Vagy hát nem tudom ezen a pálya végén, vagy mikor, de... Csak kiderül. Na nézzük, nincsen nálam egy életpont se. Adhatná egyet mondjuk. Ó, ki az a szobor ott? Egy Zeus szobor? Vagy mi van ott? Na most jön a fej, vagy valami nagy fő boss, a harmadik fázis. Hú, ez igen. Jól van akkor. Lássuk, ez hol lehet. Hát ott nem szabad maradni. Akkor maradok itt ezen a szélen. Gyerünk, már is elkezdem támadni. Felugranék. Felugrok ide felülre, átugrok másik oldalra. Jó, megint támadom. Itt fog körkörözni, figyeld. Itt körkörözik, szerintem ennek ez a mintája, ahogy menni. Nem, eltűnt. Ott van egy élet, azt elkérem. Várj. Elér? Nem?
nem ért el, de én az életet azt elértem, a kis szívecskék. Jó, az egyik szárnya nagyjából az legyőzve. Ho-ho-ho-ho, szépen csak szépen, jövök ide erre az oldalra, szerintem kezdődik megint. Jó-jó-jó-jó, ugorj fel, át a másikra, vissza kettő támadás, és tovább a jobb alsó platformra. Hát így kell óvatos, előbb-utóbb csak legyőzöm, hát már alig van belőle valami. Jó-jó-jó, ho-ho-ho, mi volt ez? Nem igaz, miért lett belőle még egy? Vagy pedig miért lett újra fullos? Miért lett biztos időre megy. Egy bizonyos számú kört megtehet, de többet nem. Akkor több sebzést kell bevinnem. Én erre tudok gondolni, hogy azért gyógyult meg, mert nem győztem le elég hamar. Akkor lehet, hogy kellene azt a tüzes kezet, vagy mi az. Azt pedig úgy lehet aktiválni, hogy elkezdek szaladni az egyik irányba, és utána pedig megnyomom a támadást. Azzal mondjuk úgy, és akkor az keresztül megy rajta. Tehát az elég hatékony, mert amiatt, hogy keresztül megy rajta, mindent, ami az útjába kerül, leszed, és az szerintem jó, na várja. Itt kell még egy tüzeset, de már alig maradt belőle, gyere, még egyet, jól találom-e? Nem, de nézd meg, mi maradt belőle, már szeme sincs, semmi nincsen neki, hát most hogy? Jó, sikerült, azt hiszem így megvagyunk, és ez a vége, akkor hova megyünk fölfelé, az Olympusra, a malacok világába, úgy tűnik. Ha? Ta-ta. Az Origins, ez az. Ez az, nagyon jó. Ó, dehogy jó. Ja, de ez be szokott akadni mindig. Igen, így szokott vége lenni a festménynek, vagyis hát ennek a résznek. Jó, akkor feltöltjük a nagyütést. Puh! Mehetsz akkor. Na, kíváncsi vagyok, hogy elrepül oda arra a bolygóra, ahol mindig legyőztük ezeket a főgonoszokat, és akkor ott valami zenét kezdtek el csinálni. Hallgassuk csak, megérkezik akkor az a zene. Hadd halljam, mi megy? Oké. Csinálják a zenét, azt hittem lesz valami. Jó, oké. És mi pedig? Sikeres küldetés a Uplay. Ó, itt a stáblista erre a zenére. Ó, és gyűjthetjük a lumokat. Oké, hát akkor gyűjtögessük. Mennyit ez? Mindegyik ad egy lumot? Hú, az jó, hogy akkor ki lehet maxolni. Vagy hát itt nem tudom, hogy mennyit bírok összegyűjteni, de akkor így gyorsabban meg lehet mondjuk az 1 millió lum. Mert itt több ezred szerintem sokan dolgoztak ezen, és akkor vagy 5000 szerintem 5000 karakter legalább lesz, hogy leírták mindenkinek a nevét, úgyhogy az meg 5000 lumot jelent. Szóval itt most kifarmolom, aztán megnézzük, mennyit sikerül összegyűjtenem. Hogy azt vettem észre, hogy nem ad mindegyik karakter, hanem így hármasával nagyjából úgy ad egyet. Oh, most már nem is ad. Mi van? 999-nél többet nem ad. Oh, nem ad. Pedig, ez most komoly. Na jó, hát ha nem ad, akkor nem ad. Köszönjük szépen a játékot. És akkor így fejeződik be. 999, hát jól van. Azért ez is szép menet volt. Most mondhatnám, hogy befejeztük, de ez nem lenne igaz, hiszen még vannak dolgok. De azért megköszönöm a fejlesztőknek már most is. Kiváló játék. Legyőztem 5 sötét pindurit. Már nagyon hosszú ideje nem láttuk őket. Tessék, 10000 lum az ünneplésre. Tehát az 5 sötét pinduri volt, akit ott úgy zenéltek a végén. A gonosz sötét rémenek csak megjelentek és megszálltak 6 festményt. Menj vissza világokba, amiket már megmentettél, hogy szembenéz vele az új Invasion festményekben is megmentes több pindurit. Jó, hát akkor gondolom lesznek még ilyen inváziós időpróbák, amiknél hát le kell győzni a sötét rémet, úgy tűnik. Viszont előtte Dragon Slayer, a sárkányölő, hú, valami jó zene lesz itt. Amire nagyon kíváncsiak vagyunk mindig, na, lássuk akkor, hogy lesz a zene. Ho, az mi volt? Ho. Valami jó rock szám lesz szerintem. Jó, pont ahogy úgy dől. Azaz, most indul be! Azaz. Ha-ha, dobok! Azaz. Pont jó ez a tüzeshez. Ó, nem volt jó! Megint a dobok, fú, de jó ez az. Na nyomjuk, wow, itt lefelé. Ez király.
Hú! Az igen! Sárkányokon kellett végigugrándozni, hát nem volt egyszerű, de sikerült! Fuhú! Jó! Oh, ne! Jó! Az nem volt könnyű ez a rész. Oh, ne! Várjál, akkor itt fel kell ugorni sárkány, és utána pedig ezzel a rock számmal fejeztük be a Rayman Legends-et. Ez szép volt, nagyon szép menet, úgy gondolom. Na de még a szerencsejegyek, a kaparósok is ott vannak még. Meg lett az aranykupa. Ezzel akkor ezt a festményt így teljesen befejeztük. Csodálatos, megmentettük ezt a világot is a rémálmoktól. Tényleg megérdemeltem 5 szerencsejegyet. Tehát ami majd itt lesz, és ez még a Legends-nek a további pályája, az majd a 400 pindurinál lesz. Nekem jelenleg 307-es van. Visszatérek majd a Rayman Legends-nek a pályáira, összegyűjtögetem, és majd videóban szerintem ezt a Back to Origins-t fogom. Na de, nyitjuk, a kaparósokat nyissuk ki, és nézzük még milyen érdekességek. Már is egy Origins-es festmény jöhet, ugyanis csak így lehet majd visszamenni nekem az Origins-es pályákra, hogyha így festményeket így kikaparózok. De hát lehet, hogy még maradtak is ott, illetve hát ahogy az Origins pályáit teljesítem, még gondolom úgy is lesz majd még ottani kaparósos jegy. Úgyhogy majd azt meglátjuk, milyen sorrendben hogyan adja ezt ide. Egy pindurit kaptam még. Meg hát úgy is kell még játszani, hiszen az 1 millió luma az nem gyűjti össze magát. Karmolj meg, baby, ezt mondja. Origins-es pálya. Aha, ez az a festmény lesz. Jöhetnek nyugodtan a pályák, hadd szóljon majd. De jöhetnek a lumok is, 1000 lum. Oké, nézzük következő. A lények is jöhetnek, mert azok is adnak lumokat naponta. Nézzük a következő, ez pinduri lesz, 3 is, jó. Még egy szerencsejegy, hadd nézzem. Hát itt még azért bármelyik lehet, ha lehúzom ezt. Back to Origins, lehet, hogyha lesz még egy az bizonyám, jó, egy festmény. Nézzünk szét, következő, megint Origins. Jó lesz az, hát adja idefelé, mert azt akarom majd játszani. De egyelőre most a Rayman Legends az most úgy be lesz majd fejezve egyelőre. Minden esetre majd még visszatérek rá, ez biztos. Utolsó szerencseje, egy középen egy lény, jobb szélen egy lum, bal szélen Origins. Na, ez még bármi lehet. Bal alsó sarok, egy pinduri, még mindig bármi lehet. Na, ami itt van jobb alul, az lesz az egész. Origins és középen. Már tudom! Tehát akkor videón kívül visszatérek a teljesített világokra, és ott összeszedem a pindurikat még. Az Origins videóban lesz majd foglalva. De ahogy láthatjátok, azért már feloldottam pár pályát, tehát itt ezeken belül vannak pályák feloldva, de ez még nincsen például. Szerencse kaparossal lehet majd megnyitni, de szerintem így ezen belül sincs meg az összes. Tehát itt így nyitogatja, de ezt teljesítem, utána oldja fölfelé, de látjátok, még néhány le van zárva, tehát még majd kell lesz gyűjtögetni szerencsejegyet. A lényekkel pedig úgy vagyok, hogy mai napon nem is hiszem, hogy még benéztem volna, azt mondja, jönnek, már a bronzozott megvan. Oké, ott úgy megvannak a királyok, az nagyon király, mert olyan érmeket adnak, hogy nagy csontérmet, ami 25 lumot jelent, ha jól emlékszem. Na de, nézzük meg akkor, hogy állunk. Vannak nekünk itt békáink, utána robotok vannak, a lufik, ők jól vannak, nagyon pirítósok, utána szellemek és a malackák zárják a sort, de hát mindegyik lényemet nagyon szeretem, napi szinten az érmeket gyűjtögetem. Tehát így az első végigjátszás után 86 ezer lumot sikerült összegyűjtenem, ami az kineket illeti, akkor sikerült feloldani a Pinduri Rate, azt a vörös Globax, ezeket a skineket mind feloldottam. A 100 ezeret nem értem el, pedig az lett volna az egésznek a 10%-a. Úgyhogy ha most fejbe itt így számolgatni kellene, akkor hát ha 10-szer végigjátszom a játékot, akkor az a lumszám egy nullát kap a végére, ami 860 ezer. 10 végigjátszás után sem érem még el ezt, de lehet, hogy van ennek hatékonyabb módja is a lumgyűjtésnek. Egyrészt azért ez nem volt 100%-os végigjátszás, másrészt a kihívások is itt lennének, csak sajnos PC-n ezek már nem elérhetőek, tehát azzal hát így hátrányba vagyok, de ez nem fog engem hátráltatni. Ami a motivációmat illeti, hiszen ti mindig is támogattatok, itt van a lejátszás lista a Rayman Legends végigjátszás részekről. Nem hanyagolom majd el ezt a játékot, viszont azért megyünk, más játékokkal is foglalkozunk az elkövetkezendő napokban, találkozunk legközelebb.